Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A fővárosi önkormányzat egészségügyi feladatai az elmúlt időszakban jelentősen csökkentek, intézményi betegellátási feladataink pedig teljesen megszűntek. Ennek ellenére a város vezetésége felelősséget érez, és felelősséggel is tartozik a budapestiek egészségért. Ennek megfelelően az ágazat irányítással egyetértésben népegészségügyi területen nyújtunk segítséget a lakosságnak, illetve az ellátást végző orvosoknak és szakdolgozóknak. Ennek keretében hoztuk nyilvánosságra Budapest egészségtervét, mely az Origót jelenti, azt a helyzetelemzést tartalmazza, amely kijelöli az utat számunkra, hogy milyen pontokon kell beavatkoznunk, ha érdemben szeretnénk javítani a fővárosban élők egészségét, egészségi állapotát, életkilátásait, életminőségét. Stroke vonatkozásában is azt találtuk, amit a többi vizsgált betegség esetében is, hogy Budapesten belül jelentős területi különbségek vannak. Agyi keringési betegségek előfordulása a fővárosi lakosság körében ritkább, mint országosan, de a főváros előnye a 2000-es évek elejétől csökken, mind a férfiak, de még inkább a nők esetén. Ez magyarázható a lakosság összetételének alakulásával, a jobb módúak agglomerációba költözésével, az életmód alakulásával, a gazdasági válság kialakulását követő munkanélküliséggel, stresszel, illetve a nem közelt hipertóniások arányának nem megfelelő alakulásával. A főváros ilyen értelemben romló mutatói természetesen visszavezethetők társadalmi szociológiai tényezőkre, melyekre szélesebb kitekintéssel népegészségi programunk keretében szeretnénk válaszolni. Visszatérve a területi különbségekre, a férfiak esetén legrosszabb a helyzet a 7., 8., 9., 10., 20. és 21. kerületekben, míg a nők esetében ez kiegészül a 23. illetve 17. kerületekkel. A fenti kerületeket egyébként az északpesti kerületek követik, míg legjobb a helyzet Budán, illetve az 5. és 16. kerületekben. A helyzet ismerete azonban csak akkor jelent segítséget, ha tovább tudunk lépni, és az előttünk álló problémákra adekvát választ tudunk adni. Tehát nem állhatunk meg az állapot rögzítésénél, tovább kell mennünk, meg kell adni mind a lakosságnak, mind a lakossággal napi kapcsolatban lévő alapellátók, járóbeteg szakellátók számára azt a támaszt és segítséget, melyel a lakosság betegségterhe jelentősen csökkenthető. A primer, a szekunder és a terciár prevenció adekvát és célzott alkalmazása ehhez megfelelő eszköz lehet, azonban a prevenciós gyakorlat széleskörű alkalmazása még nem terjedt el. Ennek rendszer szintű bevezetése és gyakorlata a jövőben szükséges és elengedhetetlen kelléke a népegészségügyi szempontokat szem előtt tartó egészségpolitikának. Vannak természetesen jó példák előttünk, mint például a józsefvárosi szakrendelő, ahol néhány évvel ezelőtt stroke ambulanciát indítottak, pontosan ennek a preventív szemléletnek a jegyében. Visszatérve Budapestre, mi Budapest egészségtervének elkészítésével elkezdtünk egy munkát, nem pedig befejeztünk. Folytatni kívánjuk azt a népegészségügyi munkát, amivel hozzá fogunk tudni járulni a fővárosi lakosság egészségi állapotának és életminőségének javulásához, a stroke betegség megelőzéséhez és preventív szemléletű kezeléséhez. Ezúton pedig szeretném megköszönni a szervezők munkáját, mellyel egy nagyon fontos területre irányították rá a lakosság és a döntéshozók figyelmét, pontosan a korábban vázolt preventív szemlélet jegyében. Bízom benne, hogy az általuk felvetett problémákra megfelelő és adekvát válaszokat kapnak, illetve megfelelő válaszokat tudunk együtt adni. Köszönöm szépen!